Bumerangban következzen Brian, az Amerikából ide importált belső szem és magas les. Hi, Brian! Good morning, Brian! Hello, thank you very much. Good morning, Szekszárd. Szekszárd. Szekszes jó, a második legkedvesebb városom. Háj, de ügyes vagy. Beautiful, látom a sunshine képeket, és mögöttetek azt a lime színű Lada Nivát, az egészen elképesztő. Lada Nivát? Nézzed, ja, igen, ott egy Lada Niva is, így van. Yes. Megnézheted a veteránzsiguli.hu-n. Igen. Yeah, beautiful. Yeah. Olyan gyönyörűek, hogy elképesztő. Igen, azért jó ez a zöld, mert ez a természetben sehol nem fordul elő, tehát ki lehet szúrni rögtön. Mint a kerekét. Te autód előfordul a természetben színileg? De hát ez egy terepjáró, csak igen. Hogy tudod, ez vadászautó. Most mit nézel rám így? Nem tudsz máshogy nézni? Ne haragudj. Ez főleg tavasszal jó, akkor vannak ilyen színek a természetben, tényleg el lehet benne belebújni. Hát a spenót földeken. Igen. Igazi camouflage. És ebből tudsz vadászni, mert olyan, mint egy leengedett magas lesz. Yeah, perfect. Gyönyörű alpesi rét színe van, maradjunk ennyiben. Ráján, rögtön kezdjük csak két fontos üzenet. Móni. Okay. Az alkoholos híred hülyeség. Az ex-férjem zombira itta magát, nem, hogy nem kreatív, de látszólag lábon hordja ki az agyhalált. Eszter. Ez a lábon hordja ki az agyhalált, ezt nekem tetszik, ezt át fogom élni. És egy másik, nagyon köszönjük a tegnap esti vacsorát, kellemes beszélgetést és tárlatvezetést. Lajossal bocsi és Voga konyha művészkedését. Örök élmény, Lódoki. Lódoki, köszönjük szépen, köszönjük a húsit is. És te is élmény voltál, Lódoki. Na ja, Brian, mi van Steven Seagallal? Hát az igazság, hogy reggel átlapoztam kint Oberpullendorfba a Bildet, ez oda jár naponta. Aha. És hát nem tudom, hogy megvan-e nektek ki ez a Steven Seagal. Na persze. Na. Egy egészen speciális harcművészetet művelő, színészileg kevésbé értékelhető ember. Csíkszemű copfos kövér állat. Oh my God. Minél tagadtabb, annál hosszabb kabátok belemelgeti a lábát. Meg kell védenem, mert nekem valahol az ő tevékenysége egy példakép. Tehát ugye azt kell tudni, hogy 60 éves a fiatalember, és azt hiszem, hogy láttam az ő nacionáléját, amiben az van, hogy akciófilm színész, producer, forgatókönyvíró, harcművész, figyelj, énekes, dalszerző, és most legújabban tartalék sheriff-helyettes. Tartalék sheriff-helyettes. Igen. A sheriffnek van egy helyettese. Igen. A sheriff-helyettes. És ha az beteg, akkor jön Steven Seagal. Igen, és hát itt jön a szépsége, amellett, hogy persze környezetvédő is, és a Dalai Láma legnagyobb támogatója, tehát $1 milliárd keresett már a filmjeivel, tehát ő ennyire nagy és populáris színész, és most azt vette a fejébe, hogy valódi bűnözőkre akar vadászni, és ezt meg is teszi, és ezért van a mai sztori. Az arizonai sivatagban a múlt vasárnap elfogott egy kábítószer kereskedő bandát, akik át akartak 250 kg marihuánát csempészni az államokba, és ő volt, aki ott akciózott. És gyönyörű állítólag, ugyan produkálta magát ugyanazokkal a klisékkel, mint a filmben szokta. Láttam róla fotókat, tehát ilyen sivatagi vihar elnevezésű terepszínű ruhában volt, napszemüveg, azt hiszem 160 kiló pillanatnyilag az ember, és egy óriási géppisztoly volt a mellén, és azt mondta, hogy a drogterrorizmus ellen kell harcolni, és most már ezt megteheti. És példakép. Yeah. De, Brian, ezt tényleg benyaltad? Miért? Szerintem én elhiszem. A gyerekek, miért? Ez olyan, mint a sivatagi vihartek. Kimegy oda, azt mondják neki, hogy figyelj, itt van egy filmforgatás, stb. És ott elkapja az igaziakat. Úgy könnyű, ha nem tudom, hogy azok tényleg csempészek. Hát, vegyetek egy Bildet valahol ott a környezetetekben, és persze, meg fogjátok látni figyelj, a fotókat, ahogyan a fő sheriff mutogatja Brian, neki, hogy milyen Brian, jól csinál. Elmondom, honnan van ez a hír. A következő történt. Van ez, amikor csinálnak filmet arról, hogy mennek a rendőrök az éjszakába, és akkor bennül hátul valaki, és nézi, és nézheti. Ez volt a Seagal. Elvitték egy ilyen. Láttam a magát. Tehát a mellén volt egy géppisztoly. De nem volt meg. Az egy filmből vágták ki, Rocsi. És hát az a hívó jele a walkie-talkie-ba, hogy Killing Point. Tehát, Jézusom. Kész ez a csávó. De olyan kövér már, hogy nem tud megmozdulni. Nem felfogják venni. Van egy géppisztoly. Magyarországon most egy vasalót raknak a mellére. És nem esik le. És az is forró. Hogy ragadjon. Be van dugva, hogy ne menjen. Messzire, hülye.
Az összes filmje úgy néz ki, hogy eddig lábemelgetés, rugdosás, minden volt. Most eljutott odaig, hogy új perc, új bedgyel öl, tehát már meg se tud mozdni, csak így... Jó, hát rendben, most figyeljétek ide, hát tavaly őszóta csinálja, és ez volt az első éles bevetése, tehát eddig csak járőrözött, és most a, és 11 euró az óradíja, tehát kap állami támogatást is azért, hogy csinálja, és most azért van a sztori, mert az első szerencsés bevetésén vett részt, és én büszke vagyok rá. Én is. Vokci, te mondjuk drogcsempész lennél Mexikóból, jössz át. Megállít Steven Seagal, kérné tőle autogramot? Persze. És leveszi a mellére a gépisztolyt, előveszi a pisztolyt. De itt a tusán alá tudjuk írni. Adjon egy autogramot, és utána tartóztasson, legyen szíves, tartóztasson. Adjon egy autogramot, addig fogom a gépisztolyt. Persze, sodornék neked, az leülnénk, aztán, ugye már hülyeség. Steven, ne, elején már ilyen Seagal. Ezt értettem. Értettem. Én nem? A Seagal ezért ül. Ja? Ja, igen. Na jó, Brian, hát ez fantasztikus hír, majd valahogy faxold át a bildet, mert itt nem tudom, hogy erre felé minden újságos tart-e ilyet. Köszönjük szépen, és énekelünk neked egy gyönyörűt. Innen Szexádról. Hi, Brian! Hi, Brian! Hi, Brian! Hi! Szexád, a nap süsön rátok, a meg a pék, everybody, bye-bye, welcome. A nap meg a pék, ez tegyük szép volt. Tegyük össze, Szexállal kapcsolatban, hogy tényleg küzd a drog ellen, viszont iszik mind az állat, és szét van folyva a fej az alkoholtól. Na jó, de este, amikor lerakja a serif csillagot. Igen, igen, addig nem, addig jó. A mai nap legjobb pillanatai következnek, amit itt műveltünk Szexárdon. Hát először is a Fogytán az Oktán című játékunk, ugye, amit a Shell-el közösen csinálunk. Hát abban két fantasztikus páros volt, Szilvi és Zoli, illetve Barbie és Józsi. Barbie és Józsinál volt a korkülönbség. Igen, igen. És hát volt lefulladás. A két lada közül az egyik lefulladt, mert túlterhelték ugye az áram fogyasztókkal. Bekapcsolva maradt a hajszál. És mégis. Így van, és mégis a lényeg az, hogy ez egyik páros nyert pontosan, és ezt megmutatjuk újra. Reggel pedig rátaláltunk Enikőre, aki szívesen lenne az utódom, és úgy érzem, hogy alkalmas is rá. A nap legjobb dobásai újra. 7 óra 12 perc. Meg akarom kérdezni az embereket, hogy mit jelent nekik Lali. Annyira keveset, mint nekem, vagy talán egy picit többet. Igen. Itt egy gyönyörű szőkehölgy. Szerintem ő a célcsoportod. Miattad jött. Igen. Szia. Te nagyon szép vagy, tudod? Köszönöm szépen. Hány éves vagy? 18. A Lali az neked férfiként olyan... Tökéletes. Ugye, hogy járnál édes vele? Édes vagy. Be. Ha szabad lenne. Kétszer is. De másodszorra már meggondolnád. Kétszer járna veled, Lali. Azért mondom, mert másodszorra meggondolnád. Fa körül vagy egy a Garai téren. Mi a keresztneved? Enikő. Akarsz Enikővel járni? Bármikor. De nem, hát a fa körül. A fa körül, persze. Tényleg, neked a Lali hiánya az mit fog majd okozni? Tehát felkészültél erre lelkileg már? Felkészülni még nem, de szerintem a Lali nélkül nincs igazi bumeráng. Igen, tehát mi olyanok vagyunk, mint egy ilyen sziámi hármasiker család. Tudom, a seggünknél nőttünk össze, igen. Igen. Szóval nélküle csak bocskor és voga lesz. Nem, lesz egy harmadik bocskor, voga és. Igen. Lesz ott valaki, biztos. Hát, még nincs senki. Még nincsen, nem? Még nincs kérdez, szép lány, 18 éves. Előtt akarsz jövő... dolgozni Lali helyett? Dehogy nem. Rengeteg pénz. Jó, megyek. Luxus élet. Na, hát az vonz a leginkább. No. És két gyönyörű férfival dolgozhatsz. Tökéletes. Csak előtte néha zaklatunk szexuálisan. Egyszer-kétszer belefér, szerintem. Ja, ha belefér, akkor jó. Ha belefér, akkor nem érdekel. Mert a Lalinál nem fér bele. Mindig úgy összehúzta. Hol akarsz ülni? Velem szemben, a Lajos vagy az ölemben? Az öletben. Jó fej ez a lány. Enikő a lány jó fej. Figyú, és amúgy tehát, mi a terved az élettel kapcsolatban? Ezen kívül. Hát most 5 perc múlva suliba kell mennem, ez a legközelebbi tervem, úgyhogy. Érettségi idén? Nem, jövőre. Ja, jövőre is. Utána mi lesz? Utána orvosi, szerint. Orvosi? Ó, okos vagy egyébként? Nem. Hát úgy gondolom. Milyen orvos szeretnél? Az orvosok általában emelnek az egyetemre, és tudják, hogy az baromi sokáig tart, meg unalmas is, meg majd szarul keresnek. Nem, vonz a vér.
Jó. Ez a vámpír, ez nekünk való. Minden, ami vérzik, az volt. És össze kell varni. Imádlak, komolyan mondom. Tehát akkor nem a patológiára mész, ahol már nem folyik ilyen vérbe megalvad, hanem... Faja meg folyik, úgyhogy az még oké, hogy meg elturkálni. Enikő, de becserélnéd ezt az orvosi pályát egy ilyen média karrierre? Hát hogyne, persze, ez az álmom. A második álmod. Itt is van vér. Lajos, lejössz ide, akarsz Enikővel járni? Persze, melyik fa körül? Ami legközelebb a Lajos, hogy ne kelljön messzire. A legmesszebbi fa körül. Ott fenn a Béla téren. De akkor menjünk, járjunk e körül, a fa körül. Keressünk egy olyan fát, amit... Lajos, te nem most támogatom mikrofont? Nem. Te rutinos rádiós vagy azért. Igen, mondtam, hogy... Remélem, mindenki féltékeny. Haló, itt csajozzatok, mert nem látom. Ja, bocs, Lajos, csajozzunk vissza. Megyek visszafele csajozni a... Így van. Bevigyük Enikőt a stúdióba magunkkal? Persze. Járnak, kézenfogva. Igen. Gyerekek, miért nincsenek ilyen párok? Hát miért? Mert nincs pénzük az embereknek. Csincs, szia. Hello, Enikő. Hello. Foglalj, ez a... Ő a Vokci. Ja, fogom már pusztítani akar? Na, ez lenne a helyed, Enikő. Na, milyen? Úristen, ez olyan jó érzés. Fiúk, nem hiszem el. Ja, te, és te műteni akarsz? Tehát rendesen emberekbe beleválni a késedet? Ú, igen. Mindent összevarni. Igen. Felvágni. Szétszedni. Téged vonz egy máj? Persze. Múltkor például a fakton kalambot boncoltunk, és eszméletlen jó érzés. Sőt, meg a végén így a fejét is szétszedtük, mert az is volt. Vokci, elfogadott társnak Lajos helyett? Hogyne, persze, természetesen. Én... Megyek, egyből, jövök. Semmilyen, egyetem, semmi, nem érdekel. Így itt leszek. Akarjuk Enikőt? Akkor... Igen? Nem halljuk a hangot, 1, 2, 3! Igen! Szexárdon Enikőt beszavaztál. Bocsi, hivatalosan tedd meg a bejelentést, jó, és akkor Lajos haza is mehetsz. Köszi, Lali. Jó, szevasztok. Kérjük egy nagy tapsot Enikőnek. Köszönöm. És ha bármi tanácsra van szükséged a Bocskorékkal kapcsolatban, nyugodtan keresztül. Focstán az Oktán. 7 óra 42 perc. És már is van két párunk, ugye a két ladához két pár. Szilvi és Zoli. Hello, Szilvi. Yeah. Szia. Ti egy pár vagytok? Igen. Na és az ellenfeleitek, Barbie és Józsi. Ezek vagytok ti, ugye? Igen. De ti nem vagytok egy pár. De. Azt a mindenit. Józsi. Hát Barbie magasabb. Na és magas alkotcipő van rajta. A lényeg az, most elmondanám, hogy mik a feladatok. Először is, egy A4-es papírt, amit jól összevizeztünk, szárítsatok meg hajszárítóval szárazra. Akkor, ott van egy botmixer, a botmixer segítségével két zacskó gumimacit kéne fölaprítani, ilyen viszonylag homogénre, tehát ilyen majdnem pépesre. Oké? Okay? És itt van Lalika. Lalikát, ez egy fénykép, ugye rátettük egy falapra. Körbe kéne rajzolni, és ki kéne vágni, hogy hívják ezt, Vokci? Dekopírfűrész. Dekopírfűrészsel, ne vitatkozz, dekopírfűrész. Dekopírfűrész. Nem, dekopírfűrész. Mindegy, ezzel a kopírral körbe kell sziluettezni a Lajost, gondolom. Így van. Oké, akkor uraim, kérem, indítsák el a motort. Felbőgtek a kilovattok. A hölgyek elkezdték most a hajszárítóval. Azt nézem, hogy ez fogja szívni, mert itt látok egy ilyen egyméteres légbuborékot a csőben. Figyelj, én az injekciós tőben is szoktam adni néhány buborék. Lefulladás történt, de bocsi, itt fennforgás van. Igen, ez száraz, elég. Mi a helyzet nálatok? Jó az. Újra kell indítani? Az gyerekek. Lefullad? Mhm. Na, ilyet még nem láttam, hogy valaki gumimacit turmix. Igen, a gumimacit turmixolás picit kudarcba kezd fulladni, mert a gumimacik kiugrálnak a vödörből. Hát jó, hogy. Az a baj, hogy nem meleg macik. Tehát, igen, mert a meleg maci puha, érted, és ezek kemény hideg macik. Vigyázz! Ez kitaláltak? Érsz bele vizet? Hát persze. Nem megy. Hozzatok vizet, hozzatok mind a két lánynak vizet. Vizet a meleg macikra. Vizet a meleg macira. Forró vizet. Na most már beindult. Nálad persze. Is, ugye? Szilvi, nálad is? Nem megy. Ja, bocsi, az volt a baj, bekapcsolva maradt a hajszárítás, és utána ráküldte a botmixert. Na hát ez az, látod, Szilvi? Hát azért tudjuk mi, hogy mit csinálunk. Én otthon ilyet nem csinálok, hogy lehetem. Most beindult a másik lada is? De hát persze. Gyerekek, ránk fröcskölitek ezt a macilét. Bocsi, ebből baleset lesz. Nem gyakran csinál otthon ilyet. Mit? Az ember. Hanem mennek tönkre a jó, tárgyak. Akkor legyen az, hogy ezt megcsinálták, jó? Jó, legyen az, hogy megcsinálták. Elfogadjuk. Mert ez már kezd busztustalan lenni. Igen, most jön a dekopírfűrészel és körberajzolás. Megihatom. Foxy közben megisz a gumimacilevest.
Tehát most ez de marha jó illata van, apám. Tényleg jó az illata. Ó, tényleg jó, na ez. Tud fűrészelni amúgy? Amúgy igen. Azt a mindenit, és Barbie nekiállt a fűrészsel. Remeg az asztal, Bogánál is, gumimacili a konnektorban, és berregnek a ladák. Elindult minden, gyereke. Jó nyomod, anyám, jó nyomod. Igen, mint hogy a Szilvia picit gyorsabban bán a fűrész, a kezedet vidonon arra kérlek. Engedd el. Gyerekek, a Lajost kivágják, és kész. Nekünk nem sikerült kivágni a Lajost, látod? Ragasztó. És ebben a pillanatban Szilviék megnyerték! Yeah! Oh, jó. 10 óra lesz 5 perc múlva, és Lajosunk, van itt a üzenet valamit, hogy valahol van, de nem tudom, hol van. Lajos, merre vagy? Stáblista, hol van? Lajos! De a Lajos hol van? De még nem kell elmenni a Lajosra. Hamarosan érkezik. Jó. Na jó, de a köszi Lali turnénak nincs vége. Tudom, ezért fog hamarosan visszamenni. Szerintem a toj-tojban van. Rángassátok meg kicsit a toj-tojt? Na, akkor énekeljük. Toj-toj, Lajos! Toj-toj! Toj-toj! Megjött. Slicced, Lajos, slicced. Jó. Lajos érkezik. Hát ez hihetetlen. És ha valaki nem tudna még, hogy hol volt a Lajos. Szia Lajos! Tudod, adásban vagyunk, és most elbúcsúznánk a szexárdiaktól, de... Engem már ezek a szabályok nem érdekelnek. Ezt nem hiszem. Annyira meghatódtam, hogy majd befostam, ezért elmentem kifosni magam. Elnézést kérek, nem ez történt, és különben is annyi salakanyag van bennem, amit nem akarom tudni. Tovább hurcolni. Egy-kettő, meg most hallgattam az ismétlést, hogy ti már régóta kivágtatok volna, csak tehetségtelenek vagytok a kivágásban. Ennyi már. Semmit nem értek. Nem vagyok én megsértődve, csak pipa vagyok. Halleluja, mire? Hát, hogy nem mehetek. Nem vagy papírna, ilyenkor én is ideges vagyok. Na, halleluja, keresitek Lali utódját, Bakker, Fáktól az erdőt, ki lehetne más, mint Móni, üzeni Attila nekünk. Például. Gábor, ez mikori build volt ez Steven Seagal-al kapcsolatban? Hát régóta megy a Kult éven, vagy nem tudom, más csatornákon is egy ilyen... Igen, sorozat. Egy ilyen való ilyen reality show-szerű, ahol Steven Seagal ott... Ül a hátsó ülés. Igen. Törője Gabibá. Oszt verje egy nagy szunyát Gemenc Volánéktól a Tisza Volánékig, a bácsolámmal legyen smafújó, pihicsibés vidék szerető Jani. Szép. Igen. Na jó, törőj, bocsi, aztán nyomás Münchenbe csatlakozni a csapathoz, a különgépedet már kitolták a hangárból. Oké, 147-es mezem itt van ott, Bőrönben megyek. Hánykor lesz a meccs? Mindig máskor. Mindig máskor? Nagyon értesz a kispadhoz. Hol a stáblista? Vegyünk egy kispadot a bocskornak. Itt van nálam. Na jó, ez isteni volt. Még egyszer köszönjük Sanyiéknak ott Zombán a tegnapi vendéglátást. Az igazi emberi kedves és bőséges volt. Köszönjük. Tényleg. Innen megyünk Szegedre, és holnap reggel már ott áll ez a médiatorony a Széchenyi téren, a Kárász utcánál, gyakorlatilag mindig oda állítjuk, és ez nagyon szép. Ezt még nem látták a szegediek, de ezt azért minden esetre érdekes. Így van, és drága szegediek, köztetek is van egy-kettő, aki síratja most Lalit a szívében. Holnap még megnézhetitek, sírhattok együtt. Mit egy-kettő? Én nem vagyok meghatódva, sírjatok ti. Mondd azt, hogy 3-4. 3-4? És aztán Szegedről megyünk Nagykőrösre, ott a Ceglédi út, a Cifrakert mellett lesz a mi kis média stúdió. Igen, ott van egy kis focipálya, és aztán ott fantasztikus dolgok történnek. Igen, tehát lehet, hogy a sokkolós nem jön össze. Most azon törjük a fejünket, hogy paintball-al lövöldözzük-e rájuk. Az jó! Te jól célzol? Én egész jól. És fel is lehet ismerni, mondjuk te csak piros golyót lősz, a Vokti csak zöldet, én meg csak kéket, vagy sárgát. Na jó, de mi nem arról van szó, hogy most futóvadlövészet, hanem fociznak. És Mi meg megzavarjuk, de nem lehet szarrá lőni őket, tehát azért de az hogy? Ja, hogy izé állj, és akkor úgy lövünk? De csak aki helyzetben van. Ja, értem. Most ott áll a kapus, és egy és lősz bele 15-et. Mindenki arra lő, aki helyzetben van. Nem, hát nem, az majd megbeszéljük. Ma megbeszéljük a taktikát. Nem, ez egy ötlet, de ezt még nem tudjuk. Igen. Aztán Nagykörösön persze várjuk Lajos ex olyan szerelmeit is. Te nem vagy például Lajos ex szerelme? Nem, te fiatalabb vagy jóval. Attól még lehet. Szeretnél lenni a Lajos ex szerelme? Aki csak a testedet használta, aztán eldobott téged? Kihez szólsz most pontosan? Egy hölgyhöz. A szőkéhez? Igen. Csikoshoz? Hát most ismerem meg, hogy ő egy ex-szerelmem. Baby! Hát, hazudjuk nekik. Tényleg összeéletek. Igen. Ez most bók volt? Ez bók volt. Kinek? És aztán Nyíregyházára megyünk majd pénteken, ott pedig az állatparkban leszünk, és a továbbiakat már elmondjuk. Természetesen minden helyszínen Shell Fuel Save-es
Fogytán az oktánjáték, ugye két pár versenghet, és a fődi majdan pénteken egy egyéves üzemanyag a Shelltől, illetve ugye a Bosch játék, a fafoci triatlon. Igen, három tételből álló versengés. Igen, minden állomáson. Na jó van, hát akkor eljött a búcsú ideje, de előtte szólítsuk a Danit. Hello, Dani, jó reggel. Hello, szevasztok, jó reggelt. Szia, Dani. Szia, Dani. Spontán szexárdiak, azt kiabálják, hogy szia, Dani. Szia, Dani. Ki volt ez az őrült? Melyik van ez a... Hát ez a kapor szakállas emberi. Nem voltál? Nem voltál. Ez igazi szakáll? Igazi szakáll. Húzd meg egy kicsit. Tényleg igazi. Ez teljesen igaz. És ilyen rendesen ki van húzva. Nagyon jó. Jó, Dani, mi a terv nálad? Top 1000 elfogyott, abból élsz most, mi? Abból élünk abszolút. Ma már teljes mértékben az a zene szól, amit a hallgatóink megszavaztak. Lesz Mike and the Mechanics és Spice Girls is, úgyhogy ma mulatunk. Bújás. A Mike and the Mechanics az mindig olyan szomorú, nem mulattok. Ne, az jó. Over My Shoulder, de tök jó szerintem. Over My Shoulder, ez nagyon igen. Szomorú. Nem, attól olyan jó kedv. Hát jó, hát szomorú maga, de... Attól jó kedvem lesz. A vál miatt? Uh-huh. Aha, persze. A vál miatt. Egy szomorú vál. Igen, nekem volt egy rotátorköpeny szakadásom a vállamban, itt tehát pontosan tudom, hogy milyen nehéz ez. Rotátorköpeny szakadás. Igen. Leülök. Rotátor. A rotátorköpenyemet most varják nekem. Nagyon azt jó volt a Harry Potter is, nem? Persze. Persze. A viccelőttől én szenvedtem fél évig. Jó az esőben, nem jöttem. Nem is volt vízálló. Egy anorák. Igen. Hú, a rák az is csúnya betegség. Az anorák a lecsúnya betegség. Ez szörnyű. Na jó van. Dani, jó műsort neked. Köszi szépen. Köszönjük szépen a segítséget a Dream Teamnek. Itt volt velünk ma reggel is Ament Ágnes. Baj Anita. Ryan. Dőri Endre. Erdei Sándor. Erdős Lacika. Forrás Robi. Gulyás Zoltán. Horváth Gyula. Indián. Komjáti Zoltán. Kovács Gabi. Kőszeg Jákos. Lipták Balázs. Molnár Móni. Nagy Attila. Nyíri Dóra. Őssi Ildikó. Rátkai Misi. Sebők Péter. Trunkó Bence. Vastag Zsolt Zsoc. Voga processzor, aki már rég szeretett volna kivágni engem. Miért mondod ezt? Mert te ezt mondtad, szó szerint. Ez egy poén volt. Tényleg? Visszamondtam a poént. Dupla poén volt. Hát de azért volt poén, mert ugye azt mondták, hogy a Lajost nehéz kivágni. Érted? De ti már régóta szeretnétek. Mit kell nézni? Az, hogy most te mondod a Lajos nevét, tudod? Igen, Janessa? Tudom. Boros Lajos, örök barátom. Akit már régóta szeretnék kivágni. És a mi örök barátunk, aki szintén Bocskor Gábor! Hey. Jó és volt szexárdon, még jövök. Hát Bazsi és Roki, akik összerakták ezt a transzparenst a mozgó Unimog-mennel, és hát ezt, amit prezentáltak, ez a csőkutya, gyakorlatilag egy plusz Rottweiler, benne van egy ilyen műanyag csőbe. Így van. Igen, de hát ez szimbólum. Unimog-men. Na jó van, tehát akkor ma este már Lajos a rajongóival Szegeden vacsorázik és tárlat vezet. Így van. Bemutatja a képeit, és holnap reggel pedig 3-6-kor kezdünk, vagy 3-6 után 6 perccel kezdünk a Széchenyi téren a Kárász utcánál, ott áll a médiatorony, és folytatjuk a köszirali turnét. Köszönjük szépen, Szexárd, sziasztok! Szevasztok! Csőkutya! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire Magyarország hallgatott.